Ma délután a polgármester Takács László előtt tették le az esküt a szavazatszámláló bizottságok tagjai. A választási bizottság tagjaként, tisztségemet, magyar nemzet javára gyakorlom. Cegléden 33 szavazókör van. A szavazókörökben az önkormányzat munkatársai, valamint a jelöltállító szervezetek delegáltjai bonyolítják le a voksolást, valamint figyelnek a szavazás tisztaságára. A szavazatszámláló bizottságok tagjai oktatáson is részt vettek, ahol a választási iroda vezetője dr. Diós Győri Gitta ismertette, milyen jogaik, kötelességeik vannak, és a törvények milyen szabályokat határoznak meg a választás lebonyolítására. Vasárnap a helyhatósági választás mellett nemzetiségi önkormányzati választás is lesz.